2022. október 18-a van, nevezetesen a Magyar Festészet Napja. A Magyar Festészet Napját 2002 óta, tehát már 20 esztendeje ünneplik a magyarok, illetve a határon túli magyarok. Civil kezdeményezése Bráda Tibor, Bájer Ilona, ők voltak a kezdeményezője ennek a nagyon nagyszerű eseménynek. A Károlyi Gimnázium, ahol a művészeteknek, a pártolásának is hatalmas nagy hagyománya van, úgy gondoltuk, hogy mi is csatlakozunk ehhez a nemes kezdeményezéshez, hiszen egy kitűnő helyszínünk van, a Károlyi Galéria is lassan már 20 éve fogadja a művészeket, a gyerekalkotókat, Újpest művészeit, illetve azokat a művészeket, akik úgy gondolják, hogy szeretnének itt nálunk bemutatkozni. Két napra terveztem ezt az eseményt az idén. Tegnap este nyílt meg a Kolosseum művészeti csoportnak a kiállítása itt az aulában. Az ő festményeiket látjuk a paravánokon és a falakon. Úgy válogattam a képeket és az alkotókat Magyar Miklóssal, a művészeti csoportnak a vezetőjével, hogy minél több réteghez szóljon, minél több stílus hozunk be ide az aulában, a modern festészettől kezdve az olajfestésig, mindenféle stílusban képviselték magukat a művészek. Tegnap este megnyílt a kiállítás mindenkinek a nagyon nagy örömére. Ma az aula a gyerekeké, és éppen a háttérben a gyerekek óriás festményt készítenek, amit szintén ide az aulába a kerengőhöz fogunk díszítésképpen elhelyezni. Ha megnézzük a képeket, látjuk rajtuk, hogy bizony népművészeti motívumokat rajzoltak föl a gyerekek a hullámpapírra, és azokat festik a legnagyobb örömmel, és hogy miért pont a népművészet felé orientáltunk az idén. A 2023-as év a Petőfi Sándor születésének az évfordulója, ugye 1823. január 1-én született, és az idei tanév már Petőfiről szól, és Petőfi, mint tudjuk, a népnek a költője, ezért úgy gondoltam, hogy ezt a művészeti kezdeményezést a népművészet jegyében teljesítsük ki. Már hetekkel ezelőtt elkezdődött a készülődés, nagyon sok munkákkal, kézi munkákkal ismerkedtek, elkészítéseknek a hagyományaival, teljes néprajzkutatók lettek itt a tanítványaink, fölrajzolták a népművészeti motívumokat, picit leegyszerűsítve, és azoknak a festése zajlik éppen az aulába egész nap, teljesen önkéntes alak. Jönnek rajzórán, jönnek testnevelés órán, jönnek a szünetbe. Mindenkit várunk, akinek kedve van, ecsetet ragadhat, és ha csak egy pár vonást, egy kis tevélkét, egy kis virágocskát is kifest, már csatlakozott a Magyar Festészet Napjával. A Károlyiba így ünnepeljük meg ezt a nagyon jeles napot. Thank you.